30 éve vette fel a korabeli hajdunáláson közéleti szerepet is vállaló egykori malomtulajdonos Csiha Győző nevét a helyi középiskola. Szomorú aktualitást is adott az emlékévnek, hogy Tamás fia, aki szoros kapcsolatot ápolt a várossal és az iskolával, ez év májusában 87. életévében elhunyt. Az iskola vezetése tisztelete és megbecsülése jeléül egy emléktáblát állított az iskola falán. A táblát Szabó Sándor műkövesmester készítette és ajánlotta fel az iskola javára. A megemlékezés és koszorúzás után egy pályaorientációs napon vettek részt az iskola diákjai, ahol az intézményben tanított szakmák rejtelmeibe és érdekességeibe avatták be egymást a tanulók. A projekt feladatok során csoportos munkában dolgoztak az osztályközösségek. A tanulmányi nap célja az volt, hogy a diákok saját tapasztalatuk és szemszögük alapján ismertessék meg szakmájuk szépségét, a szakmai továbbképzési lehetőségeket, a munkaerő piacra való bejutás esetleges feltételeit. Beszámolót készítettek arról, hogy az adott szakma és a környezetvédelem mennyire áll összhangban egymással, és milyen alternatívák lehetnek a szakmákon belül az anyagok újrahasznosítására, valamint hogy milyen területen lehet egyre inkább használni a zöld energiát. Ennek apropóján a diákok madárodúkat is készítettek, amit aztán az iskola környezetében helyeztek ki, ezzel is segítve a kismadarak életét a fagyos téli napokban.